Szeretettel köszöntlek mindannyiótokat, és bevezetésként egy kérdést szeretnék feltenni. Nyilván nagyon sokan ismeritek és tanulmányoztatok már részleteiben is Jézus Krisztus apokaliptikus beszédét. Máté evangélium 24. fejezetében olvashatjuk részletesen például is. Azt a kérdést szeretném feltenni így bevezetésként, hogy mi az a felhívás, ami ebben a jézusi kijelentés sorozatban a legtöbbször szerepel. Tudjátok-e? Mi az, ami háromszor is visszatér? Nem. Van egy olyan jézusi kijelentés, egy olyan felhívás, amit annyira fontosnak gondol az idők végére nézve, hogy háromszor is visszatér ebben a szakaszban. Olvashatjuk így is a Bibliában. Tessék? Nem. Akkor ez egy jó figyelemfelkeltő az bevezetésnél. Hát egy elég komoly felhívás az, amit Jézus úgy fogalmaz meg, hogy sokan jönnek majd az én nevemben. Hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak. És vigyázzatok, hogy el ne hitessenek titeket. Ezt Jézus háromszor is elmondja ebben az egy szakaszban, és valószínűleg nem véletlenül. És a még komolyabb kérdésem az, hogy arra kell vigyáznunk, hogy kívülről ne hagyjuk magunkat befolyásolni mások által, vagy esetleg az is veszély lehet, hogy én leszek hamis proféta. Én leszek hamis üzenet képviselő mások számára. Úgyhogy azt gondolom, hogy mind a kettő lehet veszélyforrás. Az utóbbit nem szoktuk gondolni, nem? Arra gondolunk, hogy amikor majd jön az idők vége, akkor vigyázzak, hogy mások engem nehogy elhitessenek. Nehogy valami hamis irányzat, vagy hamis áramlat belopakodjon az életembe, és én már menjek rossz irányba, már menjek a széles út felé, és ne a keskeny úton haladjak. De nem vonatkozhat úgyis ez a kijelentés, hogy vigyázzak, hogy ne legyek én azok között, akik esetleg hamis prófétaként, hamis üzenet képviselőként haladnak már tovább az úton. És hogy ezen gondolkodtam, és nem csak ezen gondolkodva, hanem példabeszédek könyvét tanulmányozva, találtam egy olyan figyelemfelkeltő gondolatot, ami kétszer is visszatér példabeszédek könyvében, és éppen ezért valószínűleg ott is a nyomaték kedvét hangzik el kétszer számunkra és számomra. A 14. fejezet 12. versét szeretném olvasni példabeszédek könyvéből. Ha elkezdtem, fogjátok tudni folytatni szerintem többen. Tehát példabeszédek könyve 14. fejezet 12. verse így szól: van olyan út, mely helyesnek tűnik, vagy látszik az ember előtt, és a vége a halálra menő út. Ismertétek többen, ugye? Van olyan út, amely helyesnek látszik az ember előtt, és a vége a halálra menő út. Hogyha kicsit később tekintetek a 16. fejezet 25. versére, a 16-25, van olyan út, mely igaz az ember szem előtt, de vége a halálnak útja. Tehát arról beszél példabeszédek könyvén keresztül is az ige is hozzánk szól Isten, hogy mi van akkor, amikor valamit helyesnek vagy igaznak látok. Úgy tűnik a szemem előtt, hogy az rendben van, ahogy tűnhet nagyon sok ember számára majd az idők végén is, hogy a hamis proféták által elhitetem, vagy akár ő megy és ő képvisel valamit, hogy az igaz, az helyes, az jó. De azt mondja rá az ige, hogy ez a halálnak útja. És ugye nem először találkozunk ezzel a gondolattal. Gondolhatok arra, amikor Jézus mondja azt, hogy sokan jönnek majd az én nevembe, és mondják, hogy nem a te nevedben tettünk dolgokat, és ugye az a kijelentés, hogy soha nem ismertelek titeket. Milyen fájdalmas a kontraszt. Vagy a Szárdészi gyülekezetnek írt levélben azt olvasok, hogy az a neved, hogy élsz, de halott vagy. És hát a leginkább ránk vonatkozó üzenet a Laodíciai, ahol szintén ezt a kettősséget látjuk. Valamit gondolok magamról, valahogy látom magamat, vagy akár egy helyzetet, és azt mondja a Jóisten, hogy pont az ellenkezője igaz. És nem tudom, hogy te jártatok-e már így az életetekben, hogy meg kellett szégyenülni. Mi jártatok egy úton, képviseltétek teljes válszélessége, hogy az a jó út, az a helyes út, aztán jött egy tükör, és kiderült, hogy az önbecsapás volt. És ezáltal lehet, hogy másokat is megvezettetek. És ez a legfájdalmasabb. És én azt gondolom, hogy Jézus azért tér vissza rá többször, mert ez egy valós, ez egy reális veszély. És föltettem azt a kérdést, hogy
Mi a sátánibb? Az, hogy valaki egyértelműen rossz úton jár, és ezt kifelé, kívülről is lehet látni, vagy az, hogy valaki azt hiszi, hogy jó úton jár. És ilyen értelemben én azt gondolom, hogy a kereszténység égisze alatt nagyon sok minden megfér, ami jónak tűnik. De ugyanakkor mégis a sátán malmára hajtja a vizet. Van még egy magyar népszerű mondás is, hogy van a pokolra vezető út, és az milyen, mivel van kikövezve? A jó szándékkal. Egy út ki van kövezve jó szándékkal, de a pokolra vezet. És én erről szeretnék veletek gondolkodni. Ez talán nem egy olyan nagyon népszerű vagy szívet melengető téma, de mégis fontos, mert a gyakorlati kereszténységünket érinti. És én hiszem, hogy ebben is el van rejtve az evangélium számunkra. És hogyha szeretném előjelezni azt, ami evidencia, de mégis fontos talán, ez az, hogy azért kell Krisztussal kéz a kézben járni, és megtalálni a vele való összhangot, mert ha ez a veszély valóban reális, hogy még a jó cselekedeteink is lehetnek halálra vezető lépések, én jónak gondolom, vagy jó szándékból teszek valamit. De hogyha nem Krisztus szenteli meg azt a jó szándékot, akkor lehet, hogy az lesz igaz ránk, amit Ellen White úgy fogalmazott meg, hogy Krisztus szemében még a legnagyobb jó cselekedeteink is, amiket önállóan teszünk, micsodák? Tudjátok? Tündöklő vétkek, ismeritek, mert többször idézzük is. Tehát én valamit tényleg önzetlennek, tisztának, egyenesnek, egészségesnek, önfeláldozónak gondolok, és lehet, hogy azt mondja rá Jézus, hogy ez tündöklő vétek. És épp ezért tartok fontosnak egy pár kérdést feltenni, elsősorban magamnak. Az első kérdésem úgy szólt, amikor ebből a témából készültem, hogy biztos vagyok-e abban, hogy ismerem az indítékaimat. Biztos jól látom-e önmagamat, amikor helyzetben elindulok, és valamit készülök tenni, készülök cselekedni. Én biztos vagyok abban, hogy Isten azért közösségre rendelt minket, mert nagyon sokszor a saját magamról alkotott képem az nem objektív. Nem látom magamat jól. És fontos, nekem szükségem van arra, hogy a testvérek azt mondják, hogy Gábor, én úgy látlak, hogy ez nem jó, amit teszel. Illetve nem mindig fontos, de elméletben tudom, hogy fontos. Valamikor megyek a saját fejem után, és ha biztos vagyok, akkor nehezebben hallom meg a testvéreimnek az óvását. Azt gondolom, hogy szükségünk van egymás ilyen értelemben is, mert kívülről sokkal-sokkal jobban látjuk egymást, és sokkal reálisabban látjuk a másikat. Az első kérdésem ez volt önmagamnak, hogy biztos, tisztán látom a saját indítékaimat. És hogyha az indítékaim látszólag rendben is vannak, mert tegyük fel, hogy tényleg jót akarok, de rossz eszközöket használok, akkor azt meg tudja áldani a Jóisten. De van ez a jól ismert mondás, megint csak olyat idézek, amit mindenki ismeri, a cél szentesíti az eszközt. De mi van akkor, amikor nem? És én is számtalan helyzetben voltam úgy, hogy helyesnek gondoltam valamit, de azzal rontottam el, ahogy képviseltem. Mert abban már nem volt szeretet, abban már nem volt a másik féltése, a másik valódi óvása, és lehet, hogy helyesnek tűnt, amit tettem, de elrontottam az eredményt a képviselés módjával. Aztán az is fölmerült, hogy tegyük föl, hogy jót akarok, és még látszólag jó eszközökkel is képviselem. De mi lesz az eredménye? Persze nem biztos, hogy az eredmény alapján kell lemérni valamit. De hogyha az eredmény, a gyümölcsök nem egészségesek, vagy nem tiszták, akkor vissza kell lépni, és el kell gondolkodnom, hogy tényleg jó irányba haladok-e, jó úton járok-e. És nem tudom, hogy ha azt kérdezném, hogy volt-e ilyen az életetekben, hogy valamit jót akartatok, vagy jól akartatok csinálni, és mégis rosszul sült el. Tudtok erre példát mondani? Én sajnos többet is tudok. A teljesség igénye nélkül osztok meg veletek egy párat. A szombatiskolában is mondtam, hogy alapvetően az a típusú ember vagyok sajnos, aki viszonylag impulzív, viszonylag gyorsan reagál, és könnyebben reagálok gyorsan mások hibáira, mint a sajátomra. És a családomban, amikor én hát a keresztény hitre tértem, az már felnőtt fejjel történt, és úgy éreztem, hogy nálam vannak a végre azok a kulcsok, amik segítenek elégazodni az életben, és van egy 20 hónappal fiatalabb húgom, nekem egyértelmű volt, hogy az ő életében is akkor ezt át kell valahogy ültetni. De olyan
hát határozottan képviseltem ezeket az elveket, és próbáltam akár erkölcsi szinten is őt irányítani, hogy ez inkább benne ellenállást váltott ki, mint azonosulást. És az első ilyen nagyon szomorú szembesülésem az volt a valósággal, amikor a húgom az egyik hát saját hibáját vagy feszültségét, ami fájdalmat okozott neki, velem osztotta meg utoljára. Mindenki tudta már a családban, milyen küzdelmei vannak, milyen nehézségei vannak, és én, aki a bátyja vagyok, és tényleg szeretem őt, voltam az, aki a legkésőbb tudta meg. Nem merte velem megosztani. Pedig egy egészséges szeretet kapcsolatban, ha valaki küzd valamivel, akkor jól tud menni valaki az, aki közel áll hozzá, ugye? És nekem annyira fájt, és úgy elszegyeltem magam, hogy itt van szegény húgom, aki nekem fontos, és a nagy kereszténységemmel őt nem közelebb segítettem a Jóistenhez, hanem még tőlem is eltávolodott. És persze, jaj, elnézést kérek. És ami a legszomorúbb ebben a helyzetben, az az, hogy ez nem csak a húgomat érinti. Mesélhetnék a feleségemről, mesélhetnék a gyerekeimről, hogy hányszor akartam jót cselekedni, hányszor szerettem volna őket a jó felé segíteni, és gondoltam azt, hogy tiszták az indítékaim, és mindent jól tudok, és mégsem jó lett az eredmény, hanem valami katasztrofális, valami szomorú. És ezzel kapcsolatban gondolkodtam azon, hogy mik lehetnek azok a területek az életünkben, amikor látszólag azt gondolom, hogy jó irányba haladok, és mégis igaz rám az ige, hogy a vége a halálra menő út, vagy egy rossz irányba tartás. Gyakorlati területeket szeretnék felvillantani nektek. Például, ha valaki úrvacsorát akar venni, az jó vagy rossz? Mindig? Nem mindig. Mert alapvetően ez egy jó irány, nem? Jó. Az úrvacsorának a szertartása, az úrvacsorának a jelképrendszer, ugye arról szól, hogy megerősítem a Krisztussal való kapcsolatomat, elrendezem a bűneimet. Ez egyik legszebb és legfontosabb újszövetségi szertartás, ami mögött valódi megújulás húzódik meg. De ha ez mindig jó lenne, akkor nem szerepelne ott az a felhívás Pál apostol tollából, ez a Pál apostolon keresztül, a Korintusi első levélben, a 14. fejezet 28. versétől, hogy próbáljon meg azért magát az ember. Úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, az mit eszik és mit iszik? Ítéletet. Mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti közöttetek sok erőtelen és beteg, és alszanak sokan. Ad egy kulcsot is egyébként. Miért van sok erőtelen, sok beteg, miért alszanak sokan? Mert nem becsülik meg az Úr testét. Mert nem úgy élnek Krisztussal. Mert beszélnek róla, mert van egy gyakorlatuk. Ez elhiteti őket is, hogy én rendben vagyok, hiszen gyakorlom a hitemet. De mi van akkor, amikor a gyülekezetbe járás lesz nekem a halálra vezető út? Lehet a halálra vezető út, hogy én veszek úrvacsorát negyed évenként? És közben mégis ezt úgy élem meg, hogy nem kerülök közelebb Krisztushoz? Hogy nem mélyül a vele való kapcsolatom? Hogy nem szépül a személyiségem, hogy nem kiteljesedek, hanem szépen lassan elfogyok? És nem lehetséges az, hogy ha ezt rosszul gyakorlom, akkor ez a gyakorlat ez kihat a családtagjaimra, kihat a testvéreimre is? Én azt gondolom, hogy nem véletlenül írta le számunkra ezt Pál apostolon keresztül a Jóisten. Ha valaki szeretne jobban megismerni az igét, mondjuk egy másik területet, a nagyobb ige ismeret, az nagyobb életszentséget is jelent. Jó dolog az, hogyha valaki azt mondja, hogy én naponta szeretnék nem 5 percet, hanem mondjuk 2 órát tölteni az ige mellett. Ez jó, nem? De lehet-e a nagyobb ige ismeret nem nagyobb áldás az életemben, a nagyobb veszélyforrás? Jót akarok. Hát nézzetek meg Jézus korában, kik voltak a legnagyobb biblia tudósok? Kik ismerték akár fejből az egész akkor leírt kinyilatkoztatott igazságot? Farizeusok, ugye? Hát úgy ismerték az égét írástudók, így is nevezték őket. Ők ismerték az írásokat. Sokkal jobban, mint egy átlag ember. De a nagyobb ige ismeret nem feltétlenül a nagyobb életszentséggel. És lehet, hogy úgy tud becsapni engem sátán és tévútra vezetni, hogy a nagyon sok mindent ismerek, nagyon sok mindent képviselek.
De lehet, hogy az élet szentségben, a gyümölcseimben mégis egészen más mutatok. És épp ezért az én kereszténységem nem vonzó lesz másoknak, hanem így is lehetek, akár hamis prófét. Ellen White azt írja a Krisztus példázatai című könyv találkozása vőlegénnyel című fejezetében, hogy Isten lelke nélkül, egy kemény mondat jön, Isten lelke nélkül az ige ismerete nem ér semmit. Egy elég felrázó mondat, nem? Isten lelke nélkül az ige ismerete nem ér semmit. Lehet, hogy valaki úgy ismeri az igét, mint senki más a környezetében, de hogyha az Isten lelke, megszentelő befolyása, ereje nem tud áttündökölni az ige szavai mögül, akkor az semmit nem ér. Sőt, azt írja Ellen White, elméleti igazság, ha nem kíséri a Szentlélek, nem tudja megeleveníteni az ember lelkét, sem megszentelni szívét. Ha Isten lelke nem visi szívünkbe az igazságot, hiába ismerjük a Biblia parancsait és ígéreteit, jellemünk nem alakul át. A lélek világossága nélkül az ember nem tudja megkülönböztetni az igazságot a tévedéstől, és elbukik Sátán mesteri kísértései nyomán. Szomorú, de azt gondolom, hogy egy nagyon elgondolkodható felhívás. Hogy hiába ismeri valaki a Biblia parancsait, ígéreteit, milyen nem fog átalakulni, ha a Szentlélek nem eleveníti meg a jelleme, a személyisége. És én hiszem, hogy ez az egyik legjobb fokmérője annak, hogy jó úton vagy rossz úton járok, a gyümölcsök. Ha az igével megfelelő módon élek, ha az úrvacsorában találkozom a megváltómmal, aki valóban megszenteli az életemet, ott lesznek gyümölcsök, ott lesz változás, ott lesz kiteljesedés. De legyen egy harmadik terület. Ha valaki elhatározza, hogy mindenét szétosztja a rászorulók között, és feláldozza önmagát, az rossz vagy jó? Jó, ugye? De igen, itt halljuk a sorok közül, köszönöm szépen a Pál apostoli felhívást, a szeretet himnuszából, hogy ha mindenemet tűzre adom, az egész testemet odadom, és feláldozom az életemet, szeretet pedig nincs elém bennem, akkor abból semmi hasznom. És én hiszem, hogy azért vannak számunkra ezek a felhívások elrejtve, vagy nem is elrejtve, kijelentve, hogy gondoljuk át, hogy még a tisztának és jónak tűnő cselekedeteink is, az úrvacsoravétel, az igeolvasás, az önfeláldozás, vagy akkor az Istennel való szövetségkötés, egy keresztség. Amikor én megkeresztelkedtem 99. szeptemberében, én azt gondoltam, hogy én jó alapokkal bírok. Engem megérintett, engem tényleg hálával töltött el az, hogy az Isten kinyilatkoztatta nekem az igéjét. És egyre tisztábban és egyre egyértelműbben láttam összefüggéseket, és nagyon hálás voltam érte. De azt gondolom, hogy szövetséget kötni Istennel, megértve a Biblia alapvető kijelentéseit, és szövetséget kötni a megváltómmal, és otthagyni a hullámsírba a bűneimet, az két különböző dolog. És nekem el kellett tenni egy jó pár évnek, amíg rájöttem arra, hogy nekem nem csak egy olyan Istenre van szükségem, aki kijelenti önmagát, és egyértelmű irányokat és pilléreket ad az életemben, hanem egy megváltóra van szükségem. Mert ugye egy bűnös, nyomorult, elveszett ember vagyok. De el kellett tennie jó pár évnek, amíg erre ráébredtem. Már szolgálva azokért. És ezt azért osztom meg veletek, mert én azt gondolom, hogy ez a célja Sátánnak. Hogy bennünket vigyen egy úton, amit helyesnek, igaznak látunk, de közben mégis képes legyen olyan falakat rakni közénk és Isten közé, közénk és a testvéreink közé, amik miatt az út mégsem az élet útja lesz. És azt is hiszem, hogy a Biblia azért hoz rengeteg példát erre, hogy mi is tudjunk gondolkodni, és tudjunk alázatot gyakorolni, és figyelni arra, hogy vigyázzunk, mert nem csak akkor lehetünk bajban, amikor egyértelműen rossz úton járunk, amiről mi is tudjuk, hogy rossz út. Akkor is fontos, hogy az Isten közelében maradjunk, amikor valamit helyesnek, igaznak, üdvözítőnek gondolunk. Mert ott is lehet elrejtve számunkra jó pár veszélyforrás. Mondok egy ártatlant, ami ott van mindjárt az első mózesi könyvben. Amikor éhínség van, és Ábrahám lemegy Egyiptomba, illetve akkor még Ábrám lemegy Egyiptomba Száraival, feleségével, akkor emlékeztek arra, hogy mit mond? Mivel indokolja meg azt,
hogy Szárai mondja azt, hogy ő a lány testvére és nem a felesége? Mi az indoklás? Tessék? Hogy életben maradjon, mert ő is tudjon róla gondoskodni még a későbbiekben. Ez egy jó motiváció? De az életét szeretné óvni, nem? A feleségének. Nyilván a sajátját is. De ő így indokolja a feleségének. És ez önmagában egy szép motiváció, nem? Hogy én az életet akarom óvni. A tiédet meg a sajátomat. De minek az árán? Jót akarok, de aztán tudjuk, hogy mi lesz belőle. A fáraónak kell szembesítenie is. Ugye az a szomorú, hogy aztán elköveti még egyszer ezt a hibát, és nem csak ő, hanem még a fia is. Tehát lehet, hogy jót akarok, csak közben milyen eszközöket használok. Most hogy hívják Jákobnak az édesanyját? Így van, köszönöm. Csak a figyelmet szeretném felkelteni. Tehát Jákob édesanyja Rebeka. Amikor azt tanácsolja Jákobnak, hogy az elsőszülöttséget, az a járó áldást szerezze meg akár Csellel is az apjától, akkor a jót akart a fiának, vagy rosszat? Jót akart, ugye? De ha akkor valaki azt mondja, hogy Rebeka, én látom, hogy te jót akarsz, de ha most látnád a következményeket is, akkor te tiltakoznál a leginkább. Mert mi lett a következmény ennek a látszólag jót akarok döntésnek? Nézzük meg csak a fiával való kapcsolatában, mi lett a következménye. Látta még az életben a fiát? Ez milyen fájdalmas lett egy édesanyának? Hozok egy döntést, ráveszem a fiamat egy rossz útra, itt nyilván a fia döntése is volt, hogy ezt elfogadta, és utána azzal kell szembesülnöm, hogy ez a halál útja volt, és én soha többet az életemben nem találkozhatom az édesfiammal. Vagy hozok egy még konkrétabb példát, ami nekem hát nagyon elgondolkodható és megszégyenítő is volt olyan értelemben, hogy valószínűleg én hasonló módon cselekedtem volna. Szeretném ezt kikeresni együtt az igéből, Sámuel első könyve, 13. fejezetét. A 13. fejezet, tehát Sámuel első könyvéből, és innen a 4. verstől olvasom. És meghallotta egész Izrael, hogy azt mondták, megverte Saul a filiszteusok előőrsét, és gyűlöletessé vált Izrael a filiszteusok előtt. A nép pedig egybegyűlt Saul mellé Gilgálba. Összegyűltek a filiszteusok is, hogy harcoljanak Izrael ellen. 30 000 szekér és 6 000 lovas volt, a nép pedig olyan sok volt, mint a tenger partján lévő fövény. És feljöttek és tábort ütöttek Mikmásnál Bétaventől keletre. Mikor pedig Izrael férfiai látták, hogy bajban vannak, mert a nép szorongattatott, elrejtőzött a nép a barlangokba, a bokrok és kősziklák közé, sziklahasadékokba és vermekbe. És a zsidók közül némelyek által mentek a Jordánon, Gád és Gileát földjére. Saul pedig még Gilgálban volt, és az egész nép, mely mellette volt, rettegett. És várakozott 7 napig, a Sámuel által meghagyott ideig, de Sámuel nem jött el Gilgálba, a nép pedig elszélett mellőle. Akkor mondta Saul, hozzátok ide az égő áldozatot és a hála áldozatokat. És égő áldozatot tett. És mikor elvégezte az égő áldozatot, íme megérkezett Sámuel, és Saul elejébe ment, hogy köszöntse őt. És mondta Sámuel, mit cselekedtél? Saul pedig felelt, mikor láttam, hogy a nép elszélett mellőlem, és te nem jöttél el a meghagyott időre, a filiszteusok pedig összegyűltek már Mikmásban, azt mondtam, mindjárt rám törnek a filiszteusok Gilgálban, és én az Úrnak színe előtt még nem imádkoztam. Bátorságot vettem azért magamnak, és megáldoztam az égő áldozatot. Akkor mondta Sámuel Saulnak, esztelenül cselekedtél, nem tartottad meg az Úrnak a te Istenednek parancsolatját, melyet parancsolt néked, pedig most mindörökre megerősítette volna az Úr a te királyságodat Izrael felett. Idáig olvasom. Ugye a helyzet egyértelmű, ott van egy akkora sereg, ami hát elég ijesztő és rémisztő, és a nép az hát megijed érthető módon, szorong, fél, retteg, és Sámuel meghagyja Saulnak, hogy várjon egy hetet. És amikor eltelik ez a 7 nap, akkor mi történik?
Azt mondja Saul magában, hogy hát én azért mégsem menekülhetek, és úgy érzem, hogy nekem fontos, hogy Isten megáldja a harcunkat, hogy mellettünk legyen. Nincs itt a próféta. Hát megerősítem magam, és akkor áldozok én, mert nekem fontos. Azt mondja, még az Úr színát nem imádkoztam, ezért bátorságot vettem, és ezért tettem, amit tettem. Nem tudom, ti mit tettetek volna hasonló helyzetben. Mennyire könnyű elítélni Sault ebben a helyzetben. Ez alapvetően jót akart, nem? Látta, hogy a nép megijedt, hogy a nép félt. Ő a király. Ő is fél, biztos vagyok benne, de megerősíti magát. És Istenhez imádkozik, és az ő közelségét keresi. És mivel nem jön a prófétát, valamit csak tenni kell. Fölmenthető Saul, hogyha így nézzük. Én föl tudom menteni, nem tudom, hogy adok vele. Tehát én lehet, hogy ott bujdosnék a nép között, nem úgy állnék, mint Saul. De amit tett, az mégis helytelen volt. Jót gondolt, de nem az ő tisztje volt áldozni. Nem ő volt kijelölve erre a posztra. Az ő felelősség az lett volna, ugye erről tanultunk a szombatiska alatt is, hogy várakozzon hitben. És ott bukott el Saul, hogy tudott várni addig, ameddig ki volt jelölve az idő. Amikor lejárt az idő, akkor az a plusz várakozás már nem menne ki. Föltetném a kérdést, hogy szerintetek melyik volt nehezebb? Az a 120 év, amíg épült a bárka, vagy az a hét, amit ott kellett bent tölteni a csukott bárkában eső nélkül? Én nem tudom, de biztos vagyok benne, hogy ha Noét megkérdezzük, akkor azt mondta volna, hogy hát az a hét az nem volt könnyű. Amikor úgy kell várakoznom, vagy miért lehet úgy várakozni, hogy esik az eső. Ugye nem egy nap, nem két nap. 40 napon keresztül. De utána nem az van, hogy mi 40 nap, és aztán kisüt a nap, és a bárka megfeneklik valahol, hanem ugye több mint egy éven át ott vannak bent, és várakozni kell. És Saul is itt elbukott, nem tudott várni többet, és nem tudta rábízni magát a Jóistenre, nem volt képes valóban Istenre hagyatkozni, és esztelenül cselekedett, azt mondja Sámuel. És biztos, hogy azért van leírva ez számunkra, hogy hasonló helyzetben ne arra bátorodjunk, hogy olyan dolgot cselekedjünk, amire Isten nem szólít fel. Ott van a másik, talán sokunk számára értetlen elsorvasat, értetlen példa. Tudjátok, ki volt Uzza lévita? Ki volt Uzza lévita? Egy szomorú történet keretében olvasunk róla, amikor szállítják a frigyládát, és ugye a szekér kicsit megdöccen, és utána nyúl a frigyládának, hogy ne essen ki. És azt olvasjuk, hogy meghal. Nem szabadott volna ilyet cselekedni. Pedig önmagában, hát néha úgy is érezzük, hogy ez nem túl erős. Nem túl, hát hogy is mondjam, fájdalmas következmény Uzza szempontjából. És számos ilyen példát lehetne az igéből hozni, amikor valaki tényleg úgy gondolja, hogy Isten tiszteletet cselekszik, és Isten mégsem áldja meg, hanem azt mondja, hogy esztelen volt, amit tettél. Hibás volt, amit tettél. Ez halálra menő út. Gondolhatnánk például Péterre, amikor karddal kél fel, hogy megvédje a saját mesterét. Jót akart? De nem tudom, belegondoltok ebbe, hogy mi lett volna akkor, ha Jézus nem gyógyítja meg a főpap szolgájának a fülét. Nem állítja meg ezt a jót akaró péteri magatartást. Nem csitítja le azokat az indulatokat. Lehet, hogy az összes tanítvány börtönben és kínpadon végezte volna. És a kereszténység máshogy kellett volna, hogy elinduljon. És ezek azért fontos és felrázó példák számunkra az igéből, mert mind-mind az példa lesz, hogy van olyan út, amely igaznak tűnik az ember szemei előtt, de a vége a halálnak útja. És lehet ez így a mi életünkben is. És nem szorosan ehhez kapcsolódva, de szeretnék idézni nektek az Új Szövetségből egy számomra nagyon kedves történetet, és majd elmondom, hogy hogyan kapcsolódik mégis, ha csak részleteiben is ehhez a mai témához. Ez az evangélium rész, hogy ne csak azzal találkozunk, hogy esetleg bajban vagyunk, vagy bajban lehetünk. Amikor ugye a zsinagógai előjárók egyike, Jairus lánya megbetegszik, ismerjük a történetet, hogy Jézushoz megy, hogy gyógyítsa meg az ő lányát. De úton
a haldokló lányka felé, van egy olyan gyógyulás, ami különösen szép az újszülöttnél. Tudjátok, hogy melyik ez a gyógyulás? Ki gyógyulott meg? Igen, van egy vérfolyásos asszony, köszönöm szépen. És ezzel kapcsolatban szeretném elolvasni ezt a szakaszt, és tulajdonképpen egy momentumot kiemelni önmagunk számára. Több evangélium is tudósít erről, én most Márk evangéliuma szerint szeretném veletek átgondolni, vagy átolvasni. Az 5. fejezet 22. versétől Márk evangéliumából. Tehát 5. fejezet 22. verse Márk evangéliumából így szól. És íme eljött a zsinagóga fők egyike, név szerint Jairus, és meglátván őt már, mint Jézust, lábaihoz esett. És igen kérte őt, mondván, az én leánykám halálán van. Gyer, vesd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. El is ment vele, és követte őt nagy sokaság, és összeszorították őt. És egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos volt, és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt, inkább még rosszabbul lett, mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve illette annak ruháját. Mert ezt mondta, ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. És vérének folyása azonnal kiszáradt, és megérezte testében, és kigyógyult bajából. Jézus pedig azonnal észrevévén magán, hogy isteni erő áradt ki belőle, megfordult a sokaságban, és mondta, kicsoda illette az én ruháimat. És mondták neki az ő tanítványai, látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezett, kicsoda illetett engem. És körülnézett, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve is remegve ment oda, és elébe borult, és elmondott neki mindent igazán. Ő pedig mondta neki, leányom, a hited megtartott téged, eredjél békével, és gyógyulj meg a te bajodból. Hogy miért is idéztem ezt? Azért idéztem, mert Jézus nagy sokaság veszi körül. De olyan sokan vannak, hogy amikor megérinti valaki, akkor nem egyértelmű, hogy ki volt az. És a tanítványok így hitetlenkedve néznek, hogy kicsit benne van ez is, hogy hát micsoda buta kérdés az, hogy ki illetett téged. Hát itt szinte mindenki hozzád él, aki itt van körülötted, mindenki téged akar, téged keres. De számomra az a kérdés, hogy ott voltak sokan Krisztus közül, vagy körül, de hányan gyógyultak meg igazán? Hány ember tudott úgy ott lenni mellette, hogy az számára a gyógyulás volt, az számára életadó erő volt? Elemet azt a címet adja ennek a szakasznak, amikor erről gondolkodok, egy Ősélete című könyvében, hogy a hit érintése. Ajánlom figyelmetekbe ezt a fejezetet, nagyon szépen gondolkodik és elmélkedik erről a gyógyulásról, és szeretnék csak egy részletet felolvasni belőle. A Krisztus köré zsúfolódó kíváncsi sokaság nem érezte, hogy életadó erőt kapna, pedig elég sokan voltak. Amikor viszont a szenvedő asszony nyújtotta ki kezét, hogy megérintse őt, és hitt a gyógyulásban, ő érezte a gyógyító erőt. És az idézem, mert lehet, hogy mi is úgy érezzük, hogy Krisztus közelében vagyunk, és mi is jó úton vagyunk. De mi van akkor, hogy úgy vagyok Krisztus mellett, hogy abban hitetem el magam, ami már a halálnak útja, mert nem tudok hittel ott lenni, nem tud hittel engem építeni a vele való, vagy a hozzávaló közelség. Így van ez lelki dolgokkal is, írja Ellen White. Mellékesen beszélgetni a vallásról, lelki szomjúság és élő hit nélkül imádkozni, mit sem ér. A névleges hit Krisztusban, mely őt pusztán a világ megváltójának fogadja el, sohasem hozhat gyógyulást a léleknek. Az üdvösségre vívő hit nem csupán értelmi egyezés az igazsággal. Aki arra vár, hogy tökéletes ismeretet tegyen szert, mielőtt gyakorolná a hitet, az nem részesül áldásban Istentől. És itt jön egy fontos, számomra fontos mondat, nem elégséges hinni valamit Krisztusról, Krisztusban kell hinnünk. Nem elégséges hinni valamit Krisztusról, Krisztusban kell hinnünk. Az egyetlen olyan hit, melyből hasznunk származhat, ami személyes megváltóként fogadja előt, és érdemeit a miénké teszi. Sokan egyfajta véleménynek tekintik a hitet. A megmentő hit egyesség. Akik elfogadják Krisztust, szövetségi kapcsolatba kerülnek Istennel. Az őszinte hit élet. Az élő hit az életerő növekedését jelenti, odaadó bizalmat, mely által a lélek győzedelmes hatalommá válik. Na itt látszik az, hogy az út, amin járok, az életútja, vagy esetleg a halálra vívő út.
Az élő hit az életerő növekedését jelenti, odaadó bizalmat, mely által a lélek győzedelmes hatalommá válik. Én azt kívánom, hogy ennek a fényében tudjuk átgondolni az életünket, a jelenünket, a saját útunkat, a motivációinkat, még a jónak tűnő cselekedeteinket is, mert biztos vagyok benne, hogy az a vágya a megváltónknak, hogy olyan közelségben legyünk hozzá, hogy meg tudja tisztítani az indítékaink szintjén is az életünket. És én ebben kívánok valódi győzelmeket és szép tapasztalatokat nektek.